for the new generation. Következik az ős, talán legfontosabb hazai BL meccse az MKB MVM Veszprém számára. Ismételten jó napot kívánok! A Rhein-Neckar Löwen csapata az ellenfél, és hogy mekkora találkozó is ez, az talán jól jelzi, hogy a Digisport közvetítését 14 országban veszik át élőben. Ezeken a helyeken tehát most velünk egy időben mindenki láthatja ennek a két remek együttesnek a csatáját. A Rhein-Neckar Löwen egészen komoly lépés hátrányba kerülhet ezen a mérkőzésen a Veszprémmel szemben már a második fordulóban, és ez a magyar csapat számára nagyon jót jelentene. A németek viszont alig ha lennének elégedettek. A német együttes egyébként 11 nap alatt a negyedik nagyon kemény csatáját játsza. Hétközben a Hannover ellen idegenben nyert a Bundesligában, de előtte három döntetlent játszott zsinórban, a Göttingen, a Zaporozsi és a Magdeburg csapata ellen. Ilyen szempontból tehát nem biztos, hogy igazán jó állapotban vannak a vendégek. Közben Thomas Svenssont láttuk leülni a vendégek padjára, aki Carlos Ortegával, a Veszprém mesterével együtt 5 bajnokok ligája győzelmet aratott még a Barcelona játékosaként. Most ő a másodedző a Rhein-Neckar Löwennél, de a bajnokok ligájára, amit játékost is benevezték, a 47 éves fiatalembert, úgyhogy akár védhet is majd a sorozatban. Kotorván Attilával nézzük a csatát, és hát először is arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami dönthet a két együttes között, és le lehet-e vonni következtetést abból, hogy az első meccsén otthon döntetlen játszott a Zaporozséval a Rhein-Neckar Löwen. Hát abból a mérkőzésből talán nagyon messze menő következtetéseket nem lehet levonni, mert véleményem szerint egy kicsit lebecsülték a Zaporozsé gárdáját, teljes sötét lóként érkezett oda. És ahogy mondtad, 3-4 naponta játszanak a Bundesligába és a BL-be, úgyhogy talán egy picit fáradtabbak voltak. Ez ma egészen biztos nem fog előfordulni, nem becsülik le a Veszprémet, mert ahogy nézegettem, a statisztikák szerint 65%-ban arra tippelnek, hogy a Veszprém hazai pályán simán nyer. Igen, ez az ottani szurkolóknak a véleménye, majd meglátjuk, hogy mennyire igazolja az élet. A Rhein-Neckar Löwen minden esetre eddig kétszer volt vendége a veszprémi csapatnak. Egyszer a KEK fináléban 2008-ban, akkor a magyar csapat nyert, 2010-ben pedig bajnokok ligája csoportmérkőzésen szintén nyerni tudott a magyar együttes hazai pályán. Ezek kedvező előjelek, mint ahogy talán az is, hogy a Veszprém a német csapatok ellen is dominánsnak nevezhető hazai pályán. És hát figyelve az ellenfél nyilatkozatait kijelenthető, hogy egyértelműen úgy gondolják a játékosok és a tréner stáb is, hogy bizony ebben az atmoszférában, Európában talán a legnehezebb kézilabdázni. Ez így van, többször bebizonyosodott már, hogy a veszprémi szurkolók a legjobbak Európában, és mindenki rettegve lépi pályára. Arról nem beszélve, hogy a Veszprém évek óta most már úgy építkezik, hogy akárki ellen győzelmi eséllyel léphet akárhol pályára. Úgyhogy most már megfordultak ezek az esélyek. Itthon szinte kötelező a győzelem, akárki ellen játszik a csapat. A szemmel látható, hogy a veszprémi publikum készült erre a találkozóra, amit egyébként az imént csak félig hallottak, vagy egyáltalán nem az a bajnokok ligája himnusza volt. Íme a veszprémi keret, amelybe ezúttal Gyere Norbert is bekerült, mint fiatal reménység. Tehát könnyen elképzelhető, hogy olyan nagyon sok szerepe neki nem lesz ezen a mérkőzésen. A csapattal kapcsolatos hír, hogy Nézsa Terzics és Semá Rodriguez is apró sérüléssel bajlódott az előző időszakban. A bokájuk bánta,
valamely előző találkozott. Itt pedig Carlos Ortega, aki az előző esztendőből tanulva egy picit átalakította a csapat felkészítését is, és a játékát is. Meglátjuk, hogy ez... hiányzik, aki az EHF Kupa 4-es döntőjében sérült meg az előző esztendőben. Ugye Reinekár megnyerte az EHF Kupát, és most a Bajnokok Ligájában próbálkozik. Sesum szereplése pedig mindenképpen pikáns lett volna. Gudmund úr, Gudmundson a képen, a vendégek trénere, aki olimpiai ezüstérmet szerzett az izlandi válogatottal 2008-ban, és a sztárjátékosok, két kapus, Niklas Landin és Mirko Alilovic. Alilovic végigvédte a Szentpétervár elleni találkozót az első fordulóban, ugyanolyan magasak, viszont 13 kiló a súlykülönbség a magyar portás javára. És akkor itt pedig két kiemelkedő klasszis, Uwe Gensheimer és Momir Ilic. Gensheimer ugye szélsőként szerepel, de rendkívül gólerős játékos, olyan, akit a legjobb kezűek között emlegetnek. A mérkőzést a francia Dance Reibel duó vezeti, a legsúlyosabb hazai BL vereségét tavaly előtt a Füksze ellen a Veszprém velük szenvedte el, aztán az előző 18 esztendő legsúlyosabb vereségét összességében, szintén az ő irányításuk mellett Kielben. Úgyhogy sajnos egyelőre negatív rekordok akkor, amikor magyar-német párharcban ők fújják a sípot, de reméljük, hogy ez semmi rosszat nem jelent erre a mérkőzésre nézve. Közben még Terzics és Nagy László a képen, és úgy tűnik, hogy a csapatok most már szép lassan készen állnak erre az óriási csatára. Landin kezd majd a Reinekár Löwen kapujában, egyébként Stojanovic a másik hálóőr. A magyar együttesnél pedig itt törtük a fejünket, hogy kikap lehetőséget, hiszen Fazekas Nándor általában a német csapatok ellen jó teljesítmény nyújt, és a Bundesliga tapasztalatának köszönhetően esélyt is szokott erre kapni, de most Alilovic a kapuban. Tegyük hozzá, hogy Ortega az egyik meccsen az egyik, a másikon a másik hálóőrnek ad lehetőséget, és megint Alilovicsra jött ki a BL meccs. A Veszprém fogja kezdeni a csatát, ez is egyértelmű most már Ugalde Garciával, Ilicsel, Csema Rodriguezzel, Nagy Lászlóval, Gulyás Péterrel és Sulicsal a pályán a magyar csapat. A túloldalon pedig boldogan ölelkeznek a Reinekár játékosok, és mosolyogva verdesik egymást, harcra kész a német együttes is. És akkor most indul a játék. Csema Nagy Lászlóhoz. Gensheimer természetesen a bal szélső a pályán, Egdal Duric, Mürhol, aki egyesztendőn keresztül Veszprémben kézilabdázott szintén a kezdőben, Gedeon Guardiola, Peterson és Gröcki, így áll fel az ellenfél. Ugalde Garcia befutását akadályozzák apró lökésekkel a sárga mezesek. Sulic. Csema vinné befelé, nagy! Nagy helyzet és gól is, 1-0 a magyar együttesnek, és a németek megpróbálnak gyorsan indulni. Ugye ezt az állandó tulajdonságát a német gárdáknak ismerjük tökéletesen. A mieink felkészültek erre, ahogy a bejátszása is Nagy László, még akkor is, hogyha nem sikerül végül megszerezni a labdát, Mürhol ragaszkodott hozzá. Kettőt cserél a magyar csapat, vagy cserélne. Egyelőre Terzics nem tudott bemenni, Ilic viszont leszaladt, és Suk már is ott van a helyén. 5-1-es védekezés. Igen, a felkészülés során folyamatosan 6-os falat védekezett a Veszprém. Véleményem szerint tartalékoltak a kiélezett csatákra, hogy nem mutassák meg ezt a védekezési formát az ellenfélnek. Sárga lap Sulicsnak, aki csak hátulról tudta Egdal Duricot megállítani. És azért volt 5-1-es védekezés, mert Ugalde nem tudott leszaladni most. Bement Terzics a helyére, és pedig a 6-0-ás védekezési variáció lép életbe. Schmid irányít az ellenfélnél, ő Gedeon Guardiola helyére érkezett. Egdal Duric. Gröckinek a sarokba, Alilovic. Jó védéssel kezd, a passz rossz, Mürhol szedi ki Nagy László kezéből, Alilovic megint. És Terzics. Csema. Gyönyörűen vitte, de közben sípolnak, lépést jeleznek a játékvezetők, ami egyébként nagyon meglepő,
hogy Rogis ott ül a pad szélén, de annak ellenére, hogy a Veszprém kezdte a meccset, nem volt ott védekezésben a specialista, hanem csak figyel egyelőre. Garcia megint befutott, át a túloldalra, az egyes és kettes védő közé. Peterson majdnem elcsípte ezt is. Reinekár védekezése rendkívül kihegyezett ezekre a keresztpasszokra, ez már most látszik, úgyhogy figyelni kell majd. Csema viszi be, és lövi be. 2-0 most már. Ez egy gyönyörű egyéni akció volt. Reinekár edzője lépést reklamál, de nem volt az. Szerintem semmilyen meglepetéssel nem készültek most a csapatok egymás ellen. Mindenkettő zárt hatosfalas védekezéssel kezd. Egyelőre még ilyen tapogatózó fogáskeresés van. Peterson kapott közben egy 2 percet, tehát a magyar csapat emberelőnyben. És ezúttal Isaias Guardiola az, aki támadásban a pályán a két Guardiola közül. Megállítottuk a támadást akkor, amikor Schmidthez elkerült a labda. Gensheimer beszalad, Egdal Duricnek zártak volna, ő nem tudott felugrani. Isaias Guardiola teszi vissza, passzív játék, Egdal Duricre Terzic remekül lépett ki. Nincs helye a német együttesnek arra, hogy próbálkozzon. Schmid. Bevinné két ember között, Terzic és Schuk között nincs hely. Isaias Guardiola, Alilovic nagyon könnyedén, erőtlen próbálkozás volt. Csema viheti fel a labdát. Remek kezdés a Veszprémtől védekezésben is, és támadásban is Šulić. 3-0, szédületes bejátszás, de tegyük hozzá, hogy Renato Šulić olyan tökéletesen helyezkedik, és nyitja meg gyakorlatilag ezzel a falat, hogy könnyedén be lehet elé pattintani. Itt látjuk, ahogy Isaias Guardiola távol tartja magától, és ott a helyzet és a gól. Ortega nem hiába örül, ennél jobb kezdésről álmodni sem nagyon lehetett. Itt van Alilovic első védése, aztán pedig a második. Először összezárta a lábát, utána pedig a jobb lábával felrugott. Mind a kétszer azt a megoldást választotta, amely eredményre vezethetett. Gensheimer indul befelé. Grecki. Nagy László gyönyörűen szerezte meg, és teszi Gulyásnak, újabb helyzet, ez is gól, 4-0. Na kérem szépen, most már azt nézem, hogy Gudmundur Gudmundsson kezében ott van-e a T betű. Egyelőre a csapat a tanuló a tanárral szemben. Gyönyörű labdaszerzés és remek befejezés ebből. Ennél optimálisabb kezdést el se tudtunk volna képzelni. A Veszprém rendkívül motiváltan indította a mérkőzést, és egyelőre a Löwen egy dekalukat nem talál, ahol be tudná vinni a labdát az Alilovic felé. Šulić esett el, és valóban Egdal Duric a belemenés határán mozgott valahol. Maradhatott a németeknél a labda. A Reinekár Löwen természetesen kiegészült. És Peterson visszajött jobb átlövőnek. Isaias Guardiola csak helyettesítette abban a 2 percben. És hát ugye a két Guardiola közül Isaias Guardiola volt az, aki a Ciudad Real-al a Final Four-ban is szerepelt. És Csema Rodriguez csapattársa volt. Peterson szép csel, de kénytelen kipasszolni. Egyelőre remekül mozognak a hatos vonala előtt a piros mezesek. Terzic lépett messzire, Nagy László, ez 2 perc lesz. Kétkezes lökés. Nagy elnézést kér az izlandi ellenféltől. Emberelőnyben a német csapat. Ott szétnyílt a fal, ugye Terzic előre lépett, hogy megzavarja az ellenfelet. Az ő helyére mozgott át Nagy László gyakorlatilag, és tolódott a fal, így keletkezett rés. Minden esetre a 6. perc közepén még nincs gólja az ellenfélnek. Peterson át, Egdal Duric, most már van.
megmozgatták a falat, kihasználva az emberelőnyt, és volt is hely arra, hogy ezúttal berepüljön a bal átlövő. Most megkontolt támadás vezetésre van szükség, és úgy látom, hogy ezzel tisztában vannak a piros mezesek. Iváncsik Tamás jön, de nem azért, hogy Nagy László helyett jobb átlövő legyen, hanem azért, hogy Gulyás Péter legyen az, ő pedig a szélen kapjon szerepet. Gulyás. Ilicsnek. Ilics, blokk. Jó, az egy sarokdobásra. És így a passzív játék gondolata sem merülhetett fel a játékvezetőkben. Csemán. Ilics. Gulyás. Csemá, Ilics, most van hely, gól is! 5-1, ember hátrányból, tökéletes figura, jól előkészítve, Ilicsnek pedig nem kellett olyan nagyon közel mennie a kapuhoz. Látjuk, hogy elég messze helyezkedtek ott a hatos vonala előtt. Igen, a Gulyás Peti nagyon jól elvitte a falat a befutásával, így nyitott helyet az Ilicsnek egy átlövése, és nagyon szenzációsan belőtt a Landin lába között. Közben győri kézilabdázó hölgyeket láthattunk a lelátón. A szereplését a győri Audi Eto is megkezdi nem sokára, egész pontosan a jövő héten a Hippo elleni mérkőzéssel. Természetesen azt is közvetítjük. Gensheimer, egy fantasztikus keze van, és hogyha nem is örülünk különösebben a góljainak, azért mint csemegét érdemes külön is elemezni majd ezeket a lövéseket. Hihetetlen, ahogy behúzza ezt a labdát is. A két szélső a legnagyobb erőség a Reinecker Löwennek. Nem véletlenül, hogy az összes játékelemek az a szélre próbálják befejezni. Nagyon nagy hatékonysággal lövi a Gröckivel együtt a Gensheimer is. Úgyhogy erre biztos, hogy felhívta Ortega mester a figyelmét a két szélső védőnknek, hogy talán nem kell annyira sokat besegíteni a ketteseknek. Majd meglátjuk, hogy ez látszik-e a pályán, egyelőre különösebb panaszunk nem lehet sem a támadása, sem a védekezése. Ilics! És azért szerintem lassan bizony Rogisnak jönnie kell majd, és aktívabban kell védekezni a Reinekkárnál, mert a szemmel látod, hogy egészen közel mehetnek a magyar játékosok az ellenfél hatosához. Anélkül, hogy megtámadnák őket, ott volt egyébként Rogis, most először a pályán látjuk. De az, hogy a hatos előtt ugranak fel, félig meddig Ilicssel szemben, az nem hatékony. Így van. Ilyenkor meg kellett volna a testét faltolni, és egy szabálytalanságot eszközölni. A Löwennek inkább a támadó szekció az erősebb, mint a védekező. Úgyhogy ebben láthatjuk az esélyét a Veszprémnek, hogyha ezt jól meg tudja szervezni, akkor sima mérkőzés lesz. Gensheimer másodszorra már nem talált Gálilovics kapujába. Sulit szedi össze, és egy nagyon okosan, 7-2. Elsöprő lendület a Veszprémnél. És hát a halványan is, halkan is kritizáltuk az előző mérkőzésen a felállt fal elleni játékot, most az is működik egyelőre. Labdaszerzések, hatékony kapus teljesítmény, abból az indulások, sok a könnyű gól, nem véletlen, hogy az ellenfél időt kér. Gudmundsson elég gyorsan elintézte a védekezésre vonatkozó részét a tájékoztatásának. Tehát nyilván, ha jobban támadna a Reinecker, akkor eleve nem lenne ennyi helyzete a Veszprémnek. Talán ebben látja a megoldást ezúttal a vendégmester. Peterson. Gensheimer. Alilovics Mürhol. Ez bent van.
Igen, amikor a mérkőzés előtt beszélgettünk, hogy mi lehet a kulcs, hát az egyértelmű, hogy rettenetes jó, kemény, agresszív védekezésből, könnyű indításgólokat kell szerezni. Így demoralizáljuk az ellenfelet, és magabiztossá teszik a mi támadó játékunkat. Eddig ezért alakult 7-3-ra az eredmény, mert ezt meg tudtuk valósítani. Gröcki belenyúlt ebbe a paszba. Sikerül-e visszazárni? Igen, Gensheimer, az nagy passz volt. Gedeon Guardiola, 7-4. Két gyors gól egymás után, és már is szorosabb a találkozó a 11. perc elején. A Löwennek nagyon nagy erénye, ez a rendkívül gyors lerohanás. A lerohanás három fázisának jó alkalmazása, ezt az izlandi tréner hozta be, amikor ide került, és azt próbálja erőltetni a csapat. És nagyon kell figyelnünk, mert ez már a sokadik kockázatos passz volt, és nem először szerezték meg ilyen után a labdát a vendégek. Csema. Manojlovics a pályán közben, Lambin pedig megfogja Nagy László kísérletét. Ezúttal Nagy kihúzódott a szélső pozícióba, onnan próbálkozott. Egdal Duric, Gulyás mellett, 7-5. Hihetetlen gyorsan változik a mérkőzés képe. 45 másodperc alatt 3 gólt szerzett a Rhein-Neckar Löwen csapata. Igen, Rogis helyett Manojlovicsot hozták bal hármasba. Ez azért is nagyon fontos, mert a lerohanásokban részt tud venni. Rogis meg pedig keresztbe le kellett futnia, hogy egy támadó játékos jöjjön be helyette. Ilić szépen, de Landin is belejön. Ez nem akármilyen bravúr volt. Gyakorlatilag kapufától kapufáig ért Landin lába, ahogy lement Spárgába. Rogis a legritkább esetben üldögél akkor, amikor a csapat védekezik, de ezen a mérkőzésen a más nem is, de ez mindenképpen meglepetésnek számít, hogy ott csücsül. És így is kettőt cserélnek, tehát minél hamarabb át kellene játszanunk a pálya közepét. Ó, de szerencse, hogy kimarad. Műrhol hogy szedte össze, és milyen átadást kapott. Csema viszi fel gyorsan. Nagy, be kell lőni, Landin ezt is megfogja. És Gedeon Guardiola az őrült rohanásban, helyzetben, ez bent a 7-6. Az egy két gólos esély volt, amit Nagy az imént kihagyott. Nem három lett, hanem egy a különbség. Ugalde Garcia, ez bemegy. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy az az egészen döbbenetes tempó, amit a meccsen látunk, az inkább a német csapatok sajátja, mint sem a magyaroké vagy spanyoloké, hogyha a stílust vesszük. Meglátjuk, hogy lesz-e ennek hosszabb távon következménye. A spanyol együttesek legtöbbször inkább lassítani próbálják a játékot a németek ellen. Az utóbbi percekben a Veszprém belement az adokkapokba. Peterson, Schmid nagyot forgatja, Mürhol, Terzic megfogta, el is engedte. A gólt megadják, és jön még egy sárga kártya. Mürholból fantasztikus játékos lett. Ugye 2005-2006-os szezon töltötte Veszprémben, és utána a Nordhorn együtteséhez került. De a Rhein-Neckarnál teljesedett ki védekezésben is alapember legtöbbször, még akkor is, hogyha most pihen, akkor, amikor a csapat védekezik. És a támadásban pedig egészen fantasztikus dolgokat tud. Šulić. Megtámasztották a lövés pillanatában. Manojlovic volt az. Itt van Mürhol, akit rendkívüli módon szeret egyébként a veszprémi közönség, annak ellenére, hogy mindössze egy szezon erejéig tartózkodott Magyarországon. És ő az, akinek egyből megbocsájtották azt is, hogy távozott. Csema, Peterson mellett, Ilić, Nagy Lászlónak, ezt egy kicsit túljátszotta most a Veszprém, Ilić is lőhetett volna, és talán Nagy László is. Šulić, kimarad a lehetőség, Šulić rendesen takarít, és nagy kérdés, hogy a játékvezetők mikor fognak emiatt labdát adni majd a Rhein-Neckarnak. Egdal Duric, Petersonig, Peterson nem lövi el, Petersonnak fantasztikus keze van, és arra a bizonyos Fuchs elleni hazai súlyos vereségre is emlékezhetünk, hogyha Petersont látjuk, mert ő akkor a berlini csapat kézilabdázója volt, és 6-szor volt eredményes a Fuchsében.
és emeljük ki Niklas Landin teljesítményét. Kezdeti bizonytalanság után az utóbbi 5 percben azt hiszem, hogy nem is kapott gólt. A világ egyik legjobb kapusáról van szó. Mürhol, nem történt semmi. Rossz átadást kapott, és megpróbálta színészi teljesítménnyel csapatánál tartani a labdát. Csema Mürholt megveri, és belövi. Ez nem lehetett kérdéses. Ahogy Csema leütötte a labdát Mürhol mellett, egyértelművé vált, hogy ott fogja hagyni a norvégot. Íme. Hármat lép, és fel a jobb felső sarokba. Ugye Schmidt bent ragadt a védekezésben, ráadásul középen, itt pedig esélye nem volt a Reinekárnak arra, hogy hárítsa ezt a támadást. Nagyon fontos, hogy mindig vigyük a labdát a védelemre, hogy ne bírjanak cserélni. Egy könnyebb lesz támadást szervezni, kettő pedig fárasztjuk azokat a játékosokat, akik a másik oldalon a támadást szervezik a lővennél. Ugye ez mindig így van akkor, hogyha az ellenfél csapatának két-hármas védője az, aki csereként hoznának be, akkor célszerű valóban nagyon gyorsan vinni a labdát, és ez most így van. Ugye Gedeon Guardiola és Manojlovic a padon ül, amikor a csapat támad, viszont ők jelentik a védelem tengelyét hátul. Megint gyors labda felhozatal. Terzic! 7-es, és ebből lesz egy 2 perc is. Igen, megvárták, amíg Gröcki feltápászkodik. Igen, a mérkőzésen a két játékvezető a leggyengébb eddig, ezt kijelenthetjük. Egyáltalán nem volt semmilyen szándékos. Hát semmi, egy sila ütközés. Ez egy 7 méteres volt belül védekezésre, de nem akart sérülést okozni, nem volt annyira durva, hogy 2 perces büntetést kapjon. Na most jön a 7-es, Ilic. 14 Bundesliga meccsen játszott a Reinekár Löwen ellen, és 29 7-est lőtt ezeken 72%-kal. Belövi! 10-7! És ami hosszú távon rendkívül fontos lehet a Veszprém számára az, hogy Ilic nagyon magabiztosan lövi eddig a büntetőket veszprémi színekben. Reméljük, hogy ez a szezon végéig így marad a nemzetközi kupákban. Valamint pályára lépett Rajko Prodanovic is, aki szeretett volna ebbe az arénába pályára lépni, csak nem ebbe a mezbe. Így van, ugye a Veszprém szerződtette, majd létszám fölöttivé vált, és így a Reinekár Löwenhez került kölcsönben. Prodanovic, aki 17-essel látunk, és ugye a PIK Szeged játékosa volt. Gröcki kiállítása miatt került a pályára. Pettersson kezéből pattant el, nagy viheti, ez is 7-es, és ez viszont 2 perc kellene, hogy legyen. Gröcki iménti faltjával szemben, de a játékvezető meggondolta magát szerintem azért, mert tudta, hogy Petterssonnak már van egy 2 perce. Itt látjuk, hogy meg is rántja Nagy László mezét, esélye nem volt a labda megszerzésére. Ez az egyik új szabály, amit pár évvel ezelőtt behoztak, hogy az indításban lévő játékos semmilyen formában nem lehet akadályozni, nem lehet hozzáérni, és az automatikus 2 perces büntetést vonna maga után. Picit kompenzált a játékvezető az előző hibája után. Ezt a kompenzálást hívják úgy, hogy hibát hibára halmoz. Íme a győri hölgyek. Talán azért is jöttek, mert abban bíznak, hogy esetleg itt a Veszprém arénában is lesz majd dolguk, hogyha nem jön össze a Final Four, amit ugye a női bajnokok ligájában tervez az EHF, de végleges döntés még nem született. És tudjuk, hogy az elődöntőt, döntőt már itt szokta játszani a Győr. Ilic megint. Landin! Most túljárt Ilic eszén. Talán egy picit sokat várt Ilic ezúttal, és sokat cselezett. Időt adott arra a kapusnak, hogy zavarba hozza. Igen, a kapus átvette a hatalmat a 7 méteres felett, elbizonytalanította teljesen a lövőjátékost. És akkor egy régi ismerős, Sergej Harbok, akit az előző esztendőben még a Csehovszkije Medvegyi csapatában láttunk. És egyébként a Veszprém ellen a Csehovszkije színeiben 2 mérkőzésen 10 gólt lőtt BL találkozókon, és rögtön betalál, de Sipso után egy fantasztikus adottságú játékos, akinek a testalkatát most így a pálya szélén testközelből is megcsodálhattuk, és hát egészen hosszú melső végtagja van.
ez talán itt is látszott most. Erre gyakorlatilag szok... nem kellett felemelni a lábát ahhoz, hogy vakszolni tudjon a cipőjéről. Erre szokták mondani, hogy állva nyomja el a csikket. Mondjuk azt nem tudtam, hogy dohányzik. 18. perc a meccsen. Schmid. Peterson. Gensheimer. Nagy László blokkolt. Gensheimer átlövésekből is rendszeresen veszélyes, ha felkanyarodhat, de hát nyilván tudják ezt a veszprémiek, és nem feltétlenül Nagy Lászlóval szemben kéne próbálkoznia. Kiegészült a rejnek, kár visszajött Mürhol. Peterson. Harbok. Nincs helye. Először Nagy László, utána Sulics, aztán Suk volt ott, hogy ne tudjon lőni. Fenn a bíró keze, Schmid játsza be, Mürhold, Suk eltüntette rendesen. Eléggé amerikai focis ütközés volt, hogy a vállát használta Suk. Igen, passzív játék van, úgyhogy 2-3 passzon belül biztos, hogy kapura kell lőnie a német csapatnak. Gudmundur Gudmundson átéli a mérkőzés eseményeit. Több százszoros izlandi válogatott volt játékosként is, nem csak szövetségi kapitányként. Schmid, Nagy László, megint kap egy 2 percet. Na majd megnézzük, de ez már a második Nagy Lászlónak a 18. percben. Igen, csak korán, és Nagy László tudja, hogy ennek komoly következményei lehetnek a csapat szempontjából. És Laci tudja, hogy ez az ő hibája volt, mert ilyen esetben nem szabad már bántani. Inkább kapjunk egy gólt vagy egy lövést, de a fejreütés az 2 perc. Peterson. Egdal Duric. Fenn a bírók keze. Mürhol Alilovic. Gyönyörűen védett, ugye azért támadhatott tovább a Reinekkár lőve, mert 2 percet kapott Nagy László. Csema! Gyors támadásból 11-7. Ugye a szabály szerint, hogy a passzívat jeleznek a játékvezetők, de vagy sárga lapot kap valaki, vagy kiállítanak valakit a védekező csapatba, akkor leveszik a kezüket. Ez történt az imént, és ezért láttuk csak nem 2 percig támadni a német együttest. Tehát a gólt a mieink szerezték. Egdal Duric, 11-8. Egy percig ember hátrányban vagyunk, úgyhogy egy picit talán most lassítani kellene a játékot, mert ez egy olyan kritikus szituációja a mérkőzésnek, amikor itt a hideg fej talán többet ér, mint hogy ész nélkül fussanak a játékosok. Ugalde García jött le, és Gulyás megy be. Iváncsi Gergő jön a kapus helyett. Láthattuk ezt a Kiel elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőben az előző szezonban, gyakorlatilag fontos meccsen akkor vetette be először Ortega. Egy darabig működött, utána már nem annyira. Ugye egyelő létszámban, ilyenkor a mezőnyben, de üres a kapu. És nem lőtte el Gedeon Guardiola, pedig teljesen szabadon eljuthatott volna a labda a hálóig. Hát ezt egy támadó specialista biztos, hogy belőtte volna, de a védekezéshez szokott. Vagy legalább megkísérelte volna. Nem nézett fel a játékot. Egdal Duric megy be. Sulicsot is lezavarják. Az feltétlenül rettenetes fontos lesz, hogy a Nagy Lacinak 2-2 perce van. Mindenféleképpen pihentetni kell. Tehát tartalékolni kell a második fél időben, ezáltal a Gulyás Petinek kell majd támadnia, legalább ebben a fél időben. Kitette a könyökét, Sulics, innen tökéletesen lehetett látni, meg hát a könyökhöz tartozó alkart is, és eltalálta a beugró Egdal Duricet. 10 perc még az első fél időből is hátra van. A közönség tüntet, de ettől függetlenül Gensheimer lőheti a 7 méterest, ebben a szezonban a Bundesligában más nem is dobott. Jó lenne, ha legalább annyira kiesne a kezéből a labda, mint a hölgy kezéből a fúvóka. Leülteti Alilovicsot! Hát ehhez képest miért kellett ennyire kockázatosan lőni, de hát betalált.
Szenzációs 7 méteres volt, még mindig tapsolok. Tehát ilyen lövőcselt, hogy ilyen szintű kapust így leültetni, ritkán lehet látni. De Gensheimer képes rá. És ilyen önbizalom is ritkán mutatkozik meg ennyire nyilvánvalóan, hogy az ülő kapusnak a lécre lövi a labdát, ahelyett, hogy simán csak valahogy beejteni. De hát érezte, hogy nem hibázhat. Ezúttal benn marad Alilovics, és nincsen helyette mezőnyjátékos. Így öt kézilabdázóval támad a Veszprém. Ilics! Hú, de hirtelen mozdulat volt! Igen. Ezek a gólok hiányoztak a múlt évben a veszprémi csapatból. Ezek a bónusz gólok, hogy teljesen hátrányos szituációban, helyzet nélkül valaki át tudja lőni a csapatát a kritikus helyzeten. Nagy László örül a padon. És hát mi is tehetjük itt fent, meg önök a tévékészülék előtt. Senki nem számított a németek közül erre a lövésre. Mirhol, jó bejátszás, és ezzel 12-10. Még mindig tart 40 másodpercig a Reinecker lőven emberelőnye. Nagyon gyorsan dolgozzák ki a helyzeteket, és Mirhol legalább annyira használja a karját a helyteremtésnél, mint Julić a túloldalon. Ez most tisztán látszott, hogy Ilicset arrébb taszajtotta. Ugalde szalad be, Ivancsik Tamás elindult a másik szélről, Gulyás. Ő nem mer lőni egyelőre, azért ezen a szinten rendkívül szokatlan számára még ez a jobb átlövő pozíció. Jó lenne, ha minél hamarabb megjön az önbizalma, és próbálkozna, és gólokat szerezne, mert hosszú távon ez a veszprémi csapat érdeke. Ezért... Begyakorolt figura ilyenkor, hogy ember hátrányba a két szélső keresztbe befut, megpróbálják a védekezést hibára kényszeríteni, és utána valami helyzetet kialakítani. Ez azért volt fontos nagyon, mert így lejárt az ember hátrány. Jött is Julić. Gulyás, Csema, fenn a bíró keze most már. Gulyás, Ilićnek teszi, Ilić próbálja ellőni, megfogták. Most jó védekezés, és tegyük hozzá, hogy a Reinecker e tekintetben összeszedte magát. Julić, rossz. Egdal Duric ezek szerint nem ért hozzá, és egyből az indítás. Gedeon Guardiola, Alilovics! Szenzációs védés megint, és ráadásul nagyon fontos pillanatban. Egy góra zárkózhatott volna az ellenfél a félidő vége előtt 7 perccel. Éltet is a közönség a kapust. Jönnek a frissítések, jön Ruesbe először a mostani BL szezonban. Fantasztikus játékos, de derék fájdalmai voltak, ezért nem játszott még a Szentpétervár ellen. És hát őneki kell Császár Gábor pótolnia, nem csak irányítóként, lövőként is használható. Ilić pedig fantasztikus, 13-10. Az ötödik gólja Momir Ilićnek, és nincs bent, jól van! Hihetetlen, megadták a labdát. Megvárta, hogy gól-e, megfogta, és utána egy szabaddobást fújt a fautként értékelve. Ami lehet, hogy faut volt, csak akkor nem kellett volna megvárni, hogy gól-e vagy sem. Ott a lökés valóban Suchtól, de hát nyilván, ha bemegy, akkor előnyszabályt ítéltek volna. Itt valahogy Ilić elhajol a dupla blokk mellett, egészen szenzációs megoldás volt ez is. Na megint az a védekezés kellene, ami a mérkőzés elején, csak hát ugye annyiban változott a helyzet, hogy Ilićet most nem lehet lecserélni. Jobban mondom, Nagy Lacit nem lehet bent hagyni. Így van, tehát Nagy László a padon. Készültek rá különben a Veszprémiek, hogy a Nagy Laci pihentetése miatt milyen újabb verzióval tudják felépíteni a védekezésüket. És ez volt a második variáció, de szerintem a második félőre akarták ezt előhúzni. Schmid jön lendületből, Peterson, belemenés. Nagyon jól zárt össze Garcia és Terzic. Megvan a kívánt jó védekezés. Az más kérdés, hogy így viszont Ilićet lesz nehéz pihentetni, mert a második félidőben ugye hosszú oldalról amúgy sem nagyon lehet cserélni, és már az első félidő 18. percétől
nem lehet egyszerűen változtatni az ő pozíciójában védekezése, így, hogy majd megkapta a második két percét is. Ilić! Hát fantasztikus, tényleg 14-10 és 6 gólos Momir Ilić. Hárbok! Ajaj. Ebből is 2 perc lesz. Ezt így tanítják a szakkönyvekbe, hogy hogy kell faltolni egy játékost. Ez egy normál faul volt. Egyszerűen nem is értem ezeket a játékvezetőket, hogy fújhatnak a Bajnokok Ligájába. Ugye egyet kihagytam a felsorolásból, miközben ezt megnézzük. Megtámasztotta Hárbokot. Ez kétségtelen, de 1000 ilyet látunk, tegyük hozzá, egy nagy lendülettel jött közben a fehér orosz játékos. És emiatt nagyot esett. De hát, szóval ez a Dance Reibel páros volt az is, amely az előző 15 év legnagyobb Pixeged vereségéhez asszisztált a BL-ben, amikor a Flensburg 13 góllal verte a magyar csapatot. Úgyhogy nem zártuk őket korábban a szívünkbe. Tehát egyelőre én nekem olyan súlyos bajom nincs velük, mert vezet a Veszprém. Peterson, Schmid nagyon szépen, és ezúttal senki nem lépett ki rá, könnyedén lőhette el a védők fölött. És egy újabb ember hátrány, amit valahogy le kellene hozni legalább döntetlenre. És jöttek a frissítések, Jamali is pályára lépett. Ugye Ruesgának az utolsó Bajnokok Ligája mérkőzése is ebben a csarnokban volt, akkor még a Leon színeiben éppen kiesett a csapatával, de 8 gólt szerzett. És megint nincs ugye kapus, Nagy László, ez 7-es bizony, belülvédekezés Manojlovicstól. Itt a bejátszás, és ott látjuk, hogy Manojlovics nagyjából 5 méterről próbálta kifele tolni Sulicsot, nem nagy eredménnyel tegyük hozzá, mert meg sem tudta mozdítani. Iváncsik Tamás a 7 méteressel azok után, hogy Ilić egyet hibázott. Iváncsik Tamásnak nem jött össze büntetőből a gól a Szentpétervár ellen. És megint cselez ellentétben az előző szezonnal, de ez most jó. És a család is örül a leláton. 15-11. Rendkívül szerencsés, hogy a Veszprémnek van 2 ilyen biztos kezű hetes lövője, hogyha az egyik véletlen kihagy egy 7 méterest, a másik azért tudja folytatni. Mürhol! Félelmetes, hogy hova lehet neki bejátszani a labdákat, gyakorlatilag lepattintják, és 4,5 méterig behajol, és úgy szedi össze ezeket. Nagyon technikás az összes játékos a Reinecker lövőből, tehát főleg az Andy Schmid, a svájci válogatott, mert mindig láb között meg tudja találni a Mürholt, és ő pedig elég jól összeszedi ezeket a labdákat. Igen, az nem kétséges, hogy Schmidet és Hárbokot nem a testi erejük miatt alkalmazzák. Talán a két legtechnikásabb Gensheimer mellett az ellenfél együttesében. Ortega pedig időt kér, 3,5 perccel a nagyszünet előtt, 15-12-es vezetésnél. Hát az elején nagyon meglépett a Veszprém, utána feljött a német csapat, és most ez a 3 gól körüli különbség állandósult. Nagy László a pályán, ugye, és hát védekezésben is bent lesz valószínűleg, mert onnan a hosszú oldalról szinte lehetetlen lecserélni, de hogyha valakiben meg lehet bízni a tekintetben, hogy még egy fölösleges faltot nem fog elkövetni, az Nagy László. Ruesga, Nagy, Manojlovics egy picit eltalálta Nagy arcát is, de ez nem volt egy komoly pofon. Fazekas Lándor a padról figyeli az eseményeket.
Igen, a Nagy Lacinak ilyenkor kettős felelőssége is van. Tehát abban az esetben, ha véletlen egy 1-1-et veszítene, akkor sem szabad egy olyan faltot csinálni, amivel esetleg kockáztatná további játék lehetőségét. De bízni lehet benne, hogy egész biztos, hogy lejátsza, úgyhogy nem csak 2 percet. Ruesga. Jamali. Jamali! Oh! Fantasztikus gól, ez is 16-12, nagyon hasonló volt Ilić találatához, amelyet láttunk az imént. Ez is váratlanul érte Landin kapust, és a teljes védelmet gyors mozdulattal húzta vissza az iráni. Manojlovic, ez is befér a jobb alsó sarokba, 16-13. Igen, itt a lerohanásban, második fázisában egy faltot azért kellene rakni a veszprémi védelemnek, hogy utána fel tudjon állni rendesen. Ezt elmulasztják rendszeresen, könnyen helyzetbe kerül a lőven. Úgy érzem, hogy ott hárbok környékén talán sok keresni valója van a Veszprémnek. Nem véletlen, hogy onnan húzogatják vissza a labdákat legtöbbször az utóbbi időben. Ruesga. Jamalinak. Ruesga teljesen más típusú irányító, mint Csemá, és elveszik a labdát most a Veszprémtől. Alig több mint 2 perc ebből a játék részből. Hárbok. Halilovic. A labdát pedig sikerült volna Gensheimernek kihúznia, de a földön volt az, így szabálytalanságot láttak. A Jamali elveszítette, pedig senki nem zavarta látszólag. Peterson teszi le, Ivácsik Tamás nagyon okosan hozzáért. Nagy László kockázatos átadás Ivácsik Gergőtől, de megvan Landin, és lecsücsül a labda a gólvonal elé. És ez egy faut volt, tehát nem tisztán lőtt a kapura. Gensheimer. Megint hatalmas iram, már-már kapkodás. Halilovićhoz került a labda, másfél perc, Ivánczyk Gergő teljesen egyedül. Na, jól van! 17-13. Ivánczyk Gergő első gólja volt, és hát a német csapat játékosai elaludtak egy kicsit. Gensheimer azzal a furcsa passzal annyira meglepte őket, hogy azt sem tudták, merre jár a labda. Harbo, Schmid, Peterson, Prodanovic fennmaradt a pályán. Ugye Gröcki a kiállításakor ment le, és azóta többnyire már Prodanovic van ott. Bürhol! Ezt is bepattintotta, 17-14. 5 gólos Bjartemir Hall. Úgyhogy 2 hatalmas zicsert az Alilov is megfogott neki. Remekül mozog el, és valóban minden bejátszott labdát elér. Alilovic magyarázza a pad felé, hogy a védekezésen csiszolni kéne. Nem szereti, hogyha Mir Hall megkapja a labdát. Ruesga, nagy. Prodanovic lépett ki, és ez a Jamalinak helyzet, Landin. Peterson, Prodanovic, és megint jön egy gyors támadás, Harbok, Manojlovic, hoppá, Jamali ütközött Šulićjal. Elég érdekes volt. Közben megvan a 2 csere a német csapatnál, Peterson teszi ki, Ivánczyk Gergő nyúl bele. Ugye Ruesga Csemával ellentétben nincs bent védekezésben, ennek most 10 percig nem lesz jelentősége. Mert vége az első játékrésznek, 17-14, igencsak sok gól a mérkőzés első félidejében. Végig vezető veszprémi csapat, csodálatos rajt, utána viszont egy nagyon összeszedett Reinekár Löwen igencsak gyakran, úgyhogy nagyon nehéz meccse lesz kilátás a második félidőben. Ráadásul Nagy Lászlónak már van 2 darab 2 perce, úgyhogy várjuk, hogy mi történik majd a következő 30 percben. A 7 mérkőzése címre igazán méltó. Eddig a csata az első félidőben a Veszprém 17-14-es előnyre tett szert a Reinekár Löwen ellen. Hát arról beszélgettünk Kotormán Attilával, amit önök nem hallhattak, tehát nagyjából megismételjük most úgy is, hogy eljusson önökhöz, hogy ez a tempó valóban egy Bundesliga csapattal szemben lehet, hogy túlzottan is nagy, mert hát a német együttesek bírják az oda-vissza rohanást, és hát amennyiben valóban
A Veszprém most a felkészülést eltolta egy kicsit, már úgy, hogy időben eltolta, nem elrontotta. Akkor a végére akár még gondok is lehetnek. Hát talán annyiban lehetne probléma, hogy minél gyorsabban játszik egy csapat, annál jobban megnövekszik a technikai hibák száma. Most egy olyan csapat, amelyik szerda-szombat és egész évben ezt a játékstílust alkalmazza, az valószínűleg már hozzászokott ehhez, míg a Veszprém, aki kevesebb ilyen ellenféllel találkozik, kevesebb ilyen hőfokú csatát játszik, és ahogy beszéltük, hogy direkt eltolta, mert megteheti, hogy később legyen a top a formaidőzítésben. Így nem biztos, hogy nem lenne hatékonyabb, hogyha egy icipicit néha percekre lassítaná a játékot, több faltot kezdeményezne. Tehát magyarul nem erre a futós kézlabdára összpontosítana, mert ahogy láttuk, egy rettentő jó kezdés után a németek az akaratukat ránk erőltették, és nem tudott már olyan hatékonysággal játszani a Veszprém, ahogy az első 7-8 percben. A győri lányok is kiemelték a szünetben, hogy a beálló körüli védekezés nem stimmel igazán, és valóban az az a része a Veszprém hátsó alakzatának, ahol abszolút sebezhetőnek tűnik. De hát miután jók a lövők az ellenfélnél, azokra ki kell lépni, így maradnak területek Mürhol számára, hogy nehéz megtalálni a megoldást, mégis mi lehetne az? Hát pont amit elmondtál, hogy jó lövőik vannak, de hogyha ilyen hatékonysággal lő a beálló, akkor be kellene áldozni, hogy hagyjunk lőni egy Andy Schmidt, aki nagyon technikás, rettentő, ügyes, de azért 9-10 méteres zónából azért nem annyira hatékony. Úgyhogy talán az lenne, hogy hátrébb maradunk 6,5-7 méteren, és a Mirholt próbáljuk megakadályozni a labda megszerzésében. A második félidő nagy kérdése lesz az is, hogy Nagy László pótlását hogyan oldja meg majd a magyar csapat, de hát miután a padhoz közelebb fog ezúttal játszani a balkezes lövő, így ez talán nem jelenthető a nagy problémát, egy védő specialista könnyen átveheti hátul Nagy László szerepét. Az más kérdés, hogy ez mennyire lesz hatékony. De Carlos Ortega nem is baj, hogyha ezzel a problémával most szembesül, mert akkor már kész megoldási terve lesz akkor, hogyha igazán éles csatában is ugyanez előfordul. És ez most jó a Laci szempontjából is, tehát a Laci is gyakorolhatja. A magyar válogatottnak is az érdeke, hogyha véletlenül ilyen szituációba kerülünk, mind a Veszprém, mind a válogatott, akkor tudja azt kezelni, hogy a védekezésben is fönnmaradjon, de mégse csináljon olyan értékű szabálytalanságot, amivel piros lapot fog kapni. Úgyhogy rengeteg a kérdés, és 3 gól a különbség, ami szinte semminek nem számít, mert hogy ugye van egy mondás, hogy egy gól az nem gól, de az talán a futballból jön, a kézilabdában talán a 3 gól sem gól kifejezést, vagy mondást alkalmazhatnánk. 39%-kal véd Alilovics, és ezzel lényegesen jobban, mint Landin. De hát rengetegszer volt, főleg az utolsó időszakában a mérkőzésnek kiszolgáltatott helyzetben Alilovics az első fél időben. És akkor már gyakran, főleg Mürhol megtalálták a németek a kaput. A második játékrészt majd a sárga mezesek kezdik, és Gröcki ott van a pályán, aki az első félidő végén már nem nagyon szerepelt. És érkezik Gensheimer helyére, talán némi meglepetése Sigurmansson, az izlandi, az előző szezonban Gensheimer sérülése miatt sok lehetőséget kapott, de abszolút második számúnak mondhatjuk ezen a poszton. Landin kezd a kapuban, Sigurmansson, Egdal Duric, Andy Schmid, Pettersson, Gröcki és Mürhol az ellenfélnél. Nálunk Alilovics maradt a kapuban, Gulyás, Sulic, Suk, Ilic, Terzic és Ugalde García. Pettersson, Egdal Duric, Mürhol kijött és keresi a helyet megint a falban utána. Egdal Duricet tovább engedte Sulic. 2 percet kap erre, nem csinált semmit, és az a helyzet, hogy a két játékvezető kivette a védelemből még egy fontos játékosát a Veszprémnek ezzel a 2 perccel, hiszen Sulicsnak is a második. Igen, nem szoktuk dicsérni nagyon a Sulicsot, de most visszahúzta a kezét épp ezért, hogy ne kapjon 2 perces büntetést. Itt a szándékot büntette szerintem a játékvezető, mert tényleges fault nem történt. Hát látjuk a csodálkozó arcokat egyébként, hát itt ütött azért Sulic, innen lehetett látni. Nem volt ez egy okos gondolat ennél a játékvezetői párosnál, sajnos jobban kell figyelni, amikor ők fújnak, mint egyéb esetekben. Ember hátrány. Schmidt viszi be, 7-es. Ugalde Garciára ugrott rá a svájci, és ezek szerint a spanyol szélső belül lehetett. Nem volt belül. Téves ítélet. A vonalon kívül állt Ugalde García, hamarabb odaért, büntető jön.
és érkezik Gensheimer. Itt már az ütközés pillanatában a bal lábának a hátsó része a vonal fölött, de ami a földön volt, az kívül. És ráadásul az új szabályok szerint még ha az egyik lába érintené is a vonalat, az sem feltétlenül 7 méteres. Gensheimer belőtte. 17-15. Nem kezdődik jól a második félidő. Iváncsik Tamás az, aki bemegy most, és Gulyás pedig lejön. Suh támadásban a pályán, beálló poszton. Az előző szezonokban ilyet nem nagyon láthattuk, ugye megint nincsen kapus, ember hátrányban, támadásban a Veszprémnél. És azért Iváncsik Tamás ment, mert ő a gyorsabb a két szélső közül, és gyorsan le kell szaladni. Nagy Laci visszaszerezte a labdát. Sajnos van egy statisztikád a Sukról, 29. BL mérkőzését játsza. És nincs gólja még a Veszprém színeiben. A 2009-2010-es szezonban viszont 32 gólt szerzett a Konstancában ebben a sorozatban. Akkor támadásban is aktív szereplő volt. De most szépen megfogta a labdát és kiharcolt egy szabad dobást, és megy az idő. Most már alig több mint fél perc az ember hátrányból. És érdekes, hogy a francia bíró Suhnak szóló, de nem tudom, mi gondja lehetett Suhkal. Reklamálta a játékvezető, hogy gyorsabban végezze el, de hát közben megállította a másik törlés miatt. Ilics, Csema, Nagy, Csema, Ilics, felteszik a kezüket, Nagy László, gyakorlatilag négy passz után már jött az emelés, lőni kell, Suh, Ilics, Nagy, Csema, el fogják venni, így van. Pettersson indít, Gröcki megy, Nagy László nem szabálytalankodhat, jön a labda Sigurmanssonnak, 17-16. Elnézést kért Sigurmansson, mert valóban Alilovics feje környékére lőtt erősen. Sigurmansson első gólja, de hát nincs olyan nagyon régen a pályán. A 13. percben 8-7-nél volt utoljára egy gól a különbség. Nagy! Hát igen! Ismerjük Nagy Lászlót, amikor fontos, akkor lő. 18-16, és Nagy leszalad gyorsan, a helyére pedig érkezik egy védő specialista. Most Surics a bal kettes védő, és Terzics a jobb kettes. Ezt már láthattuk a Szentpétervár ellen is. Ennek első számú oka az, hogy Terzics jön Nagy László helyére védekezni, és erről az oldalról könnyebb a cserét megvalósítani. Pettersson, Schmidt teszi be, Sigurmansson befutott, és a kilépő emberek mögött nagyon nagy szabad helye volt. Nagyon kevés szabálytalanságot csinálunk, így könnyen szervezi a lőven a játékot. Nagy László, megint ő eredményes. Petterssontól kér elnézést. 19-17. Nagy László összesen három gólos, ebből kettőt most lőtt. Kétszer is olyan helyzetben, amikor egyetlen gól volt a különbség. És látjuk, hogy emelte a karját a lövéshez, úgy találta el Pettersson. Nem volt szabálytalan érzésem szerint, viszont érezte Nagy, hogy az ellenfelet eltalálta, ezért egyből ment oda az izlandihoz. De hát azt hiszem, a második félidőből eltelt 4 perc alapján egyértelmű, hogy rendkívül kiélezett csata várható egészen a mérkőzés végéig. Schmid, Pettersson, Egdal Duric, Schmid teszi be, Mürhol fordulna, Suk egyszerűen eltüntette. Gyakran az az ember érzése, hogy Mürhol ellen legalább egy buldózer kéne, viszont azt is megállapíthatjuk, hogy Suk legalább egy buldózer. Schmid, Pettersson, Terzics odaért, Schmid pedig ellövi a szokásos módon test mellett. Ez az egyik kedvenc lövése.
de sikerült hozzáérni az egyik védőnek. Sarokdobás. Egdal Duric. Schmid. Belevitte Terzicbe. Gól. Gröckit megvárta, amíg felkanyarodik, és hát nem támadtuk elég határozottan Schmidet, mert annyit áldogáltott, miután kilépte a számára kiszabottat, hogy meg lehetett volna talán fogni, csak látjuk, hogy Terzicse két ember jutott, így meg nem volt könnyű. 19-18. Chema Rodriguez. Pettersson messzire kilépett rá, nagy nem tud lőni. Chema elsodorta Petterssont. Azt mutatja a játékvezető, hogy befogta az ellenfél karját. Pettersson megúszott már egy második két percet ugye az első félidőben. Nem úgy, mint Nagy László és Šulić. A védekező specialisták a Győrből csodálkoznak, Amorim és Tervel. Ugye hát a két-hármas védőnek illik meccsnézéskor is egymás mellett ülnie. Segíti az összeszokást. Chema. Nagy. Šulićnak. Landi megfogja, viszont miénk a labda. Ugalde Garcia. Ez most fontos lett volna. Nem állítom, hogy jobb kézzel onnan a legjobb helyzetben volt. Ugalde, de belőhette volna. Pettersson. Rossz pass. És szerencsére nem ért hozzá a magyar játékos, aki ezt megpróbálta. Chema hozza megint gyorsan. Terzic. Lökték, megáll a játék, és most jöhetnek a cserék. Ugalde a kihagyott helyzete után lemegy a helyén, Iváncsi Gergő folytatja. Terzic pozícióját pedig támadásban Nagy László veszi át természetesen. Chema. Ilić. Beviszi. Aj, de okos volt! 20-18. Extra klasszis találat volt. Levegőben nagyon sokat kivárt. Tényleg. Csinált egy lövőcselt, arra mindenki elmozdult, és utána nem lőtt, hanem csak pöttyintett egyet Ilić. És tegyük hozzá, hogy ezzel a brutális erővel, ami neki van, a pöttyintés azért komoly kihívás. Nagy. És azt hiszem, hogy boldogok lehetünk, mert egy olyan mérkőzést látunk, amely a legmagasabb színvonalat mutatja számunkra a nemzetközi kézilabdából, és amelyen kipróbálhatja az MKB Veszprém is azt, hogy jelen pillanatban mit bír egy nagyon komoly csapat ellen, amely mindent megtesz azért, hogy nyerjen. Isaias Guardiola melegít közben a pad mögött, Reinekkár Lövennél. Könnyen lehet, hogy beszáll. Ugye Petterssonnak nem megy igazán. Guardiola pedig védekezésben és támadásban is használható balkezes lövőjátékos. De talán inkább a védekezés az erőssége. Nagy! És Landin! Jön belőle az indítás, Sigurmansson! Köszönjük! Hosszú volt Landin passza. Chema! Šulić belépett, ezt mutatják, elől Gröcki, ebből pedig gól lesz. 20-19, de hát nagyon úgy tűnt, hogy amíg Šulićhoz eljutott a labdot, már történt egy szabálytalanság, amit nem akartak lefújni, itt látjuk. De bent állt Šulić, ez kétségtelen. És megint ez az őrült tempó, ez a német tempó, tegyük hozzá. Ha ebben le tudja győzni a Veszprém a Reinekkár Lövent, akkor hatalmas dolgot teljesít ezen a meccsen. Nagy, Ilić. Neki nem szokatlan ez a német ritmus. Šulić lemegy. És Pešić jön a helyére. Egy kis pihenő Šulićnak. De hát, hogy ebben a helyzetben jön egy ilyen rutintalan játékos, azért ez mégiscsak ritkaság, de hozzáteszem, hogy ez is csak segítheti hosszú távon a Veszprémet. Ilić remekül, megint becsapja Landint, bemutatja a hosszú sarkot, és utána behúzza a rövidre,
21-19. Isaias Guardiola repült be, és szerzett egyből gólt, ahogy pályára került, 21-20. Nem bírjuk lassítani a játékot, ez a fő probléma, de azért halkan megjegyezném, hogy Pesic biztos egy nagyon tehetséges játékos, de az előbbi statisztika alapján a Suk is tudna a Bajnokok Ligájában egy kicsit több szerepet kapni, mert a Konstanca színeiben azért bizonyította, hogy lehet rá számítani. Reméljük, hogy nem lesz nagy gond. Csema, nagy, leforogna, passzolna, szabálytalanság. Őrület, hát a két együttes egyike sem találja egyelőre a féket, csak a gázpedált. Gulyás, nagy, Csema, csellel indul, de hát látjuk, hogy a két Guardiola mennyire jól érti és érzi egymást. Hát azon kívül, hogy a nappaliban is együtt kézilabdáztak már, különös ismerik egymást. Felemelték a kezüket, ebből jön most Gröcki, Alilovics nem tud hárítani, 21-21. És hát emlékeim szerint 0-0-nál volt utoljára döntetlen. Ortega időt is kér. És ilyen játékvezetők nevetséges, hogy három passz után fölrakja. Ilyen hőfokú csatánál, amikor 60 támadás volt eddig körülbelül, szinte nem is lehetne passzív játék. Sokat emlegettük itt, hogy jobb lenne, ha lassabb lenne a játék, és azért az ember szép lassan, ahogy figyel, átértékelheti a dolgokat, mert csak félig meddig ennyire gyors a játék az MKB MVM Veszprém akaratából. Most már láthatjuk, hogy a játékvezetők is belekényszerítik a magyar csapatot abba, hogy a szokásosnál gyorsabban fejezze be a támadásait. Igen. Azzal, hogy gyorsan emelik a kezüket. Ez a bírói felfogás ezen a meccsen egészen biztos, hogy a német csapatnak kedvez. Ha viszont a miénkre koncentrálunk, több keresztmozgás kellene az átvevőktől. Így megbontani ezt a nyitott hatos falat, úgy értve, hogy nyitott, hogy mélységben nyitott van. Sulic szerez gólt, Csema Rodriguez szenzációs átadása után. Megint megvan az előny, Egdal Duric és Alilovics. Csema megint nagyon gyorsan hozza fel a labdát, Ilić, ebből is gól, 23-21. És most kellene egy icipicit behúzni a féket, kivédekezni, és egyszer felállni felállt fal ellen, egy biztonságos játékelemet elővenni. Ha harc legyen harc, gondolták a veszprémiek, és olyan tempót diktáltak az előző egy percben, ami még a Reinekár Löwennek is sok volt. Schmid, Egdal Duric, Isaias Guardiola lábához ért hozzá a labda, de faltot fújnak, marad a németeknél. Mirhol, Schmid, Guardiola, Egdal Duric, Sigurmansson elindul a szélről, Schmid nem lő, Guardiola igen, Alilovic, kellett hozzá a kapufa is, de hát azért van a kapufa, hogy segítsen. Oho, nagy hiba, ebből meg megy Gröcki. Alilovic, és majdnem megfogta, érezte, hogy miért végig kísérte a lövő játékos kezét, ez sem segített. És Gröcki a második félidőben ontja a gólokat a gyors indítások után, 4-nél tart. Hát ez a mi hibánkból volt, a Csema Rodriguez elvitte a szíve, itt eladta a labdát, és ilyenkor nem lehet visszafutni, nem lehet megakadályozni, ez túl könnyű gól volt. Csema, nagy,
Sülicsot fogta, ezúttal Gedeon Guardiola. Na most nyugodtan, ha már felvittük a labdát gyorsan és nem lett belőle semmi, akkor tartsuk legalább egy picit az ellenfél kapujánál, és úgy lőjünk gólt. Nagy! Így mondjuk! 24-22! Egy Gröcki próbálta megállítani Nagy Lászlót, hát ez nem volt egy racionális kísérlet a részéről. És most a Laci fönnmaradt kettesbe. Hogy nagyon kell figyelni, nehogy véletlen becsúszol egy harmadik két perc. Talán lett volna ideje cserélni, Terzics pedig ott ül a pad szélén, de hát ez a próbatétel még hiányzik talán az önéletrajzából. Úgyhogy most megnézzük, Schmidt, Nagy László blokkol! Igen, hát érdemes volt ott maradnia. Csema! Csema! Kihagyja az Itzert, pedig nagyon okosan megvárta, hogy Gröcki visszalépjen, és utána vitte be Zicserbe. Egdal Duric, Suk megfogta a mezét, hetes. És hát itt most a kettő perc elmarad, mert járt volna Suk Timuzsinnak. Igen, és megint a mi kezünkben volt ezzel az Zicserrel, ami a Csalánál volt. Igen, elvitte a szíve a Rodriguez, talán egy picit pihentetni kellene. Meg hát a szívén kívül a lába, mert azt egyszerűen, mintha nem tudná megállítani. Egyfolytában mozognak a végtagok. Tehát általában ennek a hiperaktivitásnak élvezői vagyunk. Gensheimer. Ezt is belőtte. Megint a kapus feje mellett, ugye ez az egyik specialitása. Ott behúzza. Alilovics pedig próbál fejelni, de annyira gyorsan jön a labda, hogy lehetetlenség. Gensheimer 4 gólos. Egyetlen egyet szerzett egyébként akcióból. Ruesga irányít. Nagy. Ugye Csema többet is hibázott, ezért jött Ruesga, aki megszerzi az első Bajnokok Ligája gólját veszprémi színekben. Igen. Ruesgával talán egy picit több lesz a csapatjáték. Csema Rodriguez inkább egyéni kézlabdát játszik, és abból próbálja a helyzetbe hozni a társait, míg a Ruesga pedig előveszi azokat a játékelemeket, amiket egész héten gyakorolnak. Áll az óra, törölni kell. Eltelt a második félidő első fele, 2 gól a távolság. A maradék fél-fél időben még egy gólt ledolgozna a Reinekár lőven, hát legyen. Schmid, ugye Nagy és Ruesga ült le, ők nem védekeznek most. Suk és Terzics érkezett a helyükre. Sigurmansson, Isaias Guardiola, Schmid, Suk lépett ki, és egyszerűen megállította az ellenfelet. Schmid viszi be! Alilovics! Belekapott bal kézzel. Ruesga! Ó, cseréből jött! De milyen gyorsan! 26-23! És cserébe megy, és még Nagy László is le tud szaladni, annak köszönhetően, hogy elrontotta a középkezdést a Reinekár lőven. Igen, bal szélső elfutott egészen a mi 9-esünkig. Terzics, mintha egy picit lökte volna az imént az ellenfél helyzetbe kerülő játékosát, de ezúttal nem sípoltak a francia játékvezetők. 26-23 már vendégidőkérés jön. Problem, but we have to play the balance. Hey, if
we see something shooting, please, the first, the wing, directly to down. Now is the moment. Now is the moment. Three goals is nothing for them. One, two more defense here, okay? Don't forget the situation against the pull out. Delu, Shabat, Delu! Bravo, Jastor, hey! Na lássuk, mi jön. A két edző is hatalmas hőfokon égett, izzott ebben az egy percben. És a hangulat is fergeteges. Sigurmánszon, Egdal Duricre jó kilépés, de gól születik belőle. Iszályás Guardiola, 26-24. És Dors támadás, Ilić viszi, 7-es. Azt láthattuk, hogy Ortega mester is direkt támadásokat kér. Azt mondta, hogy ha helyzet van, lehet lőni, akkor azonnal ne tétovázzon a csapat. És hát itt látjuk, hogy Ilić elé belépett Iszályás Guardiola azok után, hogy gólt szerzett az imént még, és lenn is maradt egy picit. Igen, a német edző pedig felhívta a figyelmet, hogy fussanak gyorsabban vissza. Hamarabb foglalja kell a védekező pozíciót, de ez hál' Istennek nem sikerült. Iváncsik Tamás. Landén! Kettő gól megmaradt. Láb között ment el a labda, és még valahogy belekapott Landi, hát nem is tudom, hogy milyen ért hozzá. Lehet, hogy csak az aurája, de akkor azon változtatott irány. Harbok jött, először látjuk a második félidőben, és ő van középen. Schmid teszi Sigurmánssonnak. Harbok, Sigurmánsson, Harbok. Sulić jön rá, de ugye vigyáznia kell neki is, hogy Nagy Lászlónak, mert van kettő darab, kettő perce. És érződött is a kilépésen, hogy ez nem a szokásos Sulić-féle védekezés most. Harbok, Schmid, Harbok. Sulić kíséri, a bejátszás meg nem jó. Sok elnézést kér. Igen, ugyanazt a játékelemet erőltetik az időkérésnél, bemondta az izlandi edző, hogy a bal szélső futó. Egy visszakontra játékban megpróbálnak ott a beállónak, a Mirholnak helyzetet teremteni, és négyszer egymás után lejátszották, de nagyon szépen állt a veszprémi védelem. Fenn a bírók keze, Mirhol! 7-es lesz. Tisztán lőtt Mirhol, de megadják a büntetőt. Azért fura, mert eddig ugyanebben a szituációban nem fújtak ilyenre semmit, tehát abszolút nem konzekvensek. Még hogyha ez tényleg 7 méteres tért, akkor eddig miért nem? Ilić elengedi, véletlenül sem nyúlt hozzá komolyabban. Fazekas Nándor bizonyíthat most. Gensheimer ellen. A játékosokat is zavarba hozza azért ez a bizonytalan játékvezetői ténykedés, mert nem tudják, hogy mihez tartsák magukat. Gensheimer. Állj, megint a felső lécet használja. 26-25. Hát ez egy egészen pofátlan hetes. Hátra vitte a karját, és onnan ejtette el a labdát. Kell hozzá idegrendszer, az biztos. Gulyás, Ruesga. Jamali jött. Ilićnek is pihennie kell. Ó, köszönjük szépen Iszályás Guardiolának. És aztán Gedeon Guardiola fogta meg Ruesgát. Ők voltak csapattársak is egyébként. Jamali. Iváncsik Gergő szalad be. Ruesga. Jó átadás, de valahogy Gedeon Guardiola földön fekve összekaparta. Sigurmánsson. És egy szép pörgetett lövés. 26-26. 26-23-ról. Nem sikerült a középkezdés, egyenlített a Reinek Kárlővel. A második félidőben lényegesen több gyors támadása volt a Reinek Kárnak szerzett labda után, mint az elsőben. És sajnos ennek tudható be, hogy ledolgozta a német csapat a három találatos differenciát. Amiket hiányoltunk, keresztmozgások, ezek megvannak a veszprémi csapatban, de valahogy a kilépő német védőket nem bírjuk sem egy az egyben megverni, sem pedig a Sulićhoz eljutatni a labdát, mert ha valaki kilép, akkor elméletileg mögötte nagy helynek kellene, hogy legyen. Úgyhogy abban látom a fő problémát, hogy valahogy a beállót nem tudjuk megjátszani.
nagy Manojlovic kapta el. Az egészen biztos, hogy lényegesen több a rossz átadás most a Veszprémnél, mint az első 30 percben volt. Ruesga, Šulić, nagy, Jamali, ellövi, gól! Gedeon Guardiola esett össze, de ettől függetlenül érvényes a találat, 10 perccel a mérkőzés vége előtt megint előny, és itt láttuk, hogy Jamali bal keze valóban elő volt, de nem biztos, hogy hozzáért a spanyol játékoshoz. Ugye a spanyoloknak specialitásuk, hogy megpróbálják eladni az ellenfél tevékenységét, mint támadó szabálytalanságot. Ezt válogatott szinten és klubszinten is alkalmazzák. Próbált egy belemenést eljátszani, de közel is volt hozzá, hogy sikerüljön. Harbok, Schmid, Iszályás Guardiola Schmidnek, Sigur Manson, megint elkezdődik ugyanaz, amit már sokszor láttunk, befut a bal szélső, és Alilovic, jól van, jó helyre pattant. Iváncsi Gergő szedte össze. Volt olyan Bundesliga meccs, ahol az elejétől végéig a Rhein-Neckar-Löwen az előző szezonban csak ugyanezt a bal szélső befutást játszotta. De hát ez az egy kaptafa, ez nagyon gyakran bejön. A védekezésen viszont változtat most a német csapat. Sigur Manson előre lépés, egy 5-1-es formáció most az ellenfélnél. Ruetka! Megverte egy az egyben az emberét, Iszályás Guardiolát, és a harmadik gólját lövi. 28-26. Ruesga ebből látszik, hogy klasszis játékos. Gyakorlatilag egy tized másodperc alatt mérte fel, hogy az ellenfél más védekezést alkalmaz, és ezzel le mit kell tenni. Egyből gólt szerzett belőle. Itt pedig az az eset, amely lehetett volna belemenés, de marad a labda a németeknél. Itt van, ahogy Ruesga megveri az emberét, közben Šulićjal a hátsó középső védő elmozog. És ez a taktikai elem, ahogy Vetés Iván a szövetség elnöke tapsolni kezd. Most másik oldalra fogják csinálni ugyanezt a szélső befutást, mert átment a Mirhol. Az Andy is kezdi Gröcki a játékot. Andy Schmid a mozgató rugó, vele nem szabad elmenni a védőknek, mert csak előkészít. Iszályás Guardiola, Mirhol, Schmid övi a helyzet és becsorog. Mirhol meglátta azt, hogy itt lehetetlenség beforogni, ezért kipasszolta a szélre. És miután kénytelen volt a mi szélsőnk fellépni a védekezésnél, így az irányító egyedül maradt. 28-27. Egészen döbbenetes taktikai csata, mindenre felkészült mind a két együttes, és ismeri az ellenfél legfontosabb játékait is. Ruesga elhajlása, ez ugye Császár Gábort idézi, de Ruesgának is az egyik kedvenc fegyvere. Most Nagy László is bent van védekezésben, és Šulić is egymás mellett a két perces játékos. Ilyenkor muszáj visszanyúlni ahhoz a formációhoz, ami a legjobban működik, és ez a Veszprémnek valószínűleg ez a legjobb felállása. És elérkeztünk abba az időszakába a mérkőzésnek, amikor már nem akkora kockázat egy piros lap. Harbok, bizony belemenés, és Šulić nem akármilyen rizikót vállalva, és nem akármilyen jól megvalósítva az elképzelését harcolta ki, azt, hogy a játékvezetők támadófaltot fújjanak. És most Csema irányít megint. Pihenhetett, és hát az egészen egyértelmű, hogy Csema most már jobban összeszokott a társakkal, mint amennyire Ruesga, azaz ő a jobb irányító ilyen szempontból. Iváncsik Tamás! Befutott a szélső, jó paszt kapott, 29-27. Nagy Laci, dicsérjük meg ezért a passzért, jó bizony. Volt a helyzet felismerése. Mert ez váratlan volt, ez biztos, hogy nem lehetett így begyakorolni. Iváncsi Gergő akadályozta a Mirhol felé az átadást. Kevesebb, mint 6,5 perc. És most már a Rhein-Neckar-Löwennek nagyon kell koncentrálnia, minden támadásából gólt kell szereznie. Hetest adnak. Berepült
Isaias Guardiola a hatos légterébe, és nagyon rosszul esett szegény, innen látjuk, Jamali benyúl elé, és ott a könyökére és a vállára. Jamali elaludt egy picit, mert egy kettes támadónak hatos falas védekezésnél zicsert lőni a két-hármas között csak védekezés hibából történhet. Reméljük, hogy Guardiola nem szenvedett komolyabb sérülést. Egy kis pihenő. De mondjuk ez az az eset, amelynél egy szavunk nem lenne, hogyha 2 percet adtak volna a játékvezetők, de ezúttal eszükbe sem jutott. Igen, ez volt a legsúlyosabb az összes között. A sérülés veszélyes is volt. Jön egy újabb Gensheimer féle hetes, hát nézzük meg, hogy mit talált ki. Most lehet, hogy egy törgetett lövés jön, ahogy mutatod, mert eddig azt még nem láttuk tőle. Alilovics a kapuban. Gensheimer nem. Bezúdította erőből a bal felső sarokba. De kétszer választották az év kézilabdázójának Németországban, és igazi ikona Reinekkár Löwennél, hiszen már 2003-ban, amikor a csapat még csak felfele indult, és kis együttesből elkezdett nagyjá válni, már ott volt a klubban. Jamali elvállalta, Lambi megfogta, jön az indítás, Šulić! Ez nagyon nagy tett volt most a beállótól, hogy visszaindult, érezte, hogy neki kell mennie, mert a többiek olyan helyzetben, hogy nem tehetik meg. Ez a mérkőzés most legalább annyira jó csata, mint tavaly a Kiel elleni hazai volt a csoportmeccsek során. Nagy Laci tenné be, Manojlovic megfogja, Nagy Lászlóval szemben szabálytalankodott Gedeon Guardiola. Csema Nagy. Csema verné meg a kilépő ellenfelet. Ez számára mindig jó esély, mert messze vannak a védekező társak, az előre lépegető védőjátékos. A Nagy! Na hát ez nagyon érdekes volt, hogy Manojlovic két kézzel megfogta Nagy László lövőkezét és magával rántotta. Igen, és fönt van a bírónak ismét a keze, úgyhogy össze kellene állni. Egy tisztességes átlövésre fejezzük be ezt a támadást, nehogy véletlen technikai hiba legyen, mert abból gyorsan leindítanak. Jelezzük, hogy mind a két edzőnek van még egy-egy időkérése, ami innentől az utolsó 5 percben életbe lép. Nagy László megpróbálja és kap egy szabad dobást, előtte szúros tekintettel kellett a játékvezetőket célba vennie, mert nem akartak fütyülni, pedig egészen egyértelmű volt, hogy fogják. Jamali bele a blokkba, még mindig marad a labda, de miután nem a kapus hárított, így marad a kéz is fenn a levegőben, gyorsan kell tüzelni. Jamali meg is teszi, Landin, ez gyenge próbálkozás volt, megy az indítás, Csema. Ő kellően gyors, meg is fogta Gröckit. És hát most a németekkel kiszúrtak, mert tovább engedhették volna a támadást, és akkor Sigurmánszon zicserben lőhetett volna. Így most felálltól ellen kell támadni a Reinekkár Löwennek. Egdal Duric Schmidnek. 4 perc a végéig. Egdal Duric viszi be. Szabad dobás. Megint azt várták volna a sárga mezesek, hogy tovább mehessen az akció, hiszen Schmid előtt szétnyílt a fal. Mürhol a második félidőben vele szemben jobban védekezik a Veszprém. Egdal Duric egyenlő, 29-29. És hát pont ezért, mert visszazártak a védők Mürhol miatt, itt több lehetősége van a lövősornak a gólszerzésekre. Most Egdal Duric kihasználta ezt. Ő is 4 gólos. Frenetikus meccs. Csema, jó lenne megnyerni. Ilić visszajött. Ilić. Nagy. Elengedi oldalról. Találja el a hálót. Gedeon Guardiola volt szabálytalan.
Ugye Nagy Lászlót személyesen és sok meccsről ismerik a Guardiolák a spanyol bajnokságból. Ez nem igazán számít előnynek talán. Csema viszi be, most már egyel többet lépett, igen, jogos ítélet. Nagyon jó a védekezése a Lővennek, a Veszprémnek pedig egy kicsit öncélú a támadójáték, ha nem csapat együtt dolgozik, hanem egy-egy játékos próbál egy-egybe helyzetbe kerülni. Csema! Elvette Isaias Guardiola. Gedeonnak teszi, az indítás Gurmánsonnak jó, de kénytelen visszajátszani. Manojlovic megállnak. Jön a két csere. Gedeon Guardiola és Manojlovic lemegy, Schmid és Mürhol érkezik. 2 perc 15 másodperccel a vége előtt. Megszerezheti a vezetést a mérkőzésen először a Reinekkárlővel. Egdal Duric, Mürhol. Isaias Guardiola, Schmid, Egdal Duric, beteszi, Ilić nem éri el, Mürhol, a labda megvan, a miénk. Valaki még oda csapott egyet, Csema, Ilićnek, hatalmas zicser volt. Ilićnek talán az első hibája támadásban. Itt látjuk, beviszi magával Gröckit, aki nem mer szabálytalankodni, Landin csücsül a földön, vagy valami oxigén molekulán, de instabil helyzetben volt, az biztos. Na mindegy, megint védekezni kell, most már kevesebb, mint másfél perc a végéig. Schmid. És ugyanaz a játékelem. Megint, igen, szélső befutás után megpróbálnak Mürholnak helyet csinálni, a Veszprém tudja, olvassa, Nagy László pedig remekül lépett oda Egdal Duric elé, itt látjuk. És törlés, lehet szusszanni. Az Andy Schmid nagyon-nagyon jól szervezi a Lővennek a támadójátékát. Mindenki az egyénileg oda megy, elmondja, hogy milyen figura lesz, kinek lesz helyzet. Jobban föl lehet készülni ilyenkor. Gensheimer vette fel a megkülönböztető mezt. Hopp, Schmid elesik, és nem adja a labdát, 2 percet kellene kapnia, de megy az akció, Csema, gól! Ilyen! Schmid, most mondtad, hogy ilyen ragyogóan irányítja a csapatot, az egyetlen rossz mozdulata a meccsen, és mutatja Ortega, hogy 2 percet kellett volna kapnia, mert nem engedte elvégezni a szabad dobást. Teljesen igaza van a spanyol edzőnek, de nincs német ember hátrány. Viszont van német gól hátrány, és most már csak 35 másodperc a mérkőzésből. Szenzációs, amit itt látunk, ma az a kézilabda ünnepe, és hát most Gudmundur Gudmundsson szavakkal fog ünnepelni, megpróbálja felrázni még a csapatát. Itt ez a mozdulat, és az, ahogy magánál tartja a labdát, ez igen, teljesen egyértelműen fogalmaz a szabálykönyv, ki kellett volna állítani. De hallgassuk az edzőket! Jobb szélső futás lesz, megpróbálják 4-2-be, két vállóval befejezni. Na nézzük! Schmid viszi, Nagy László elkapja, és Gensheimer még mindig ott áll a pad mellett, most indul el. Jelenleg 7 mezőnyjátékos az ellenfélnél, akkor, amikor már csak másodpercek vannak hátra. Schmid tüzel, kijön a kapufáról, Šulić elüti, vége van! Vége van! Jelzi az alapfoló játékvezető, hogy lejárt az idő. Šulić okos megoldása még a végén. Meg hát dicsérjük meg Alilovićot, meg a kapufát. Hát ez a kapufa, ez hogy tud gondolkodni?
tudta, hogy ezt ki kell ütni. Ezek a csapatok tavaszra élezik magukat. Hát ez nem látszott. Ezek a csapatok bármikor élesek, egészen döbbenetes meccset láttunk. Egy gólos siker a vége, a Reinekár lőben vereséget szenved a szezonban először. És hát ez a Veszprém, ez lehet, hogy egy picit eltolta a felkészülés idejét. Hát akkor játszon ennél mondjuk egy olyan 20%-kal jobban majd május környékén. Igen, rendkívül magas hőfokú csata volt. Azért a színvonalat még azért tudjuk fokozni. És én azért megmondom őszintén, hogy az az igazán jó csapat, amelyik rossz játékkal is tud nyerni. A Veszprém pedig bebizonyította, hogy jó csapat. Mert önmagához képest, ahogy mondtad, még egy 20% potenciál biztos, hogy bennük van. De hál' Istennek ez most elég volt erre a hétvégére. És amit külön ki lehet emelni, hogy félig meddig saját magát, félig meddig a játékvezetők bele kényszerítették a Veszprémet egy olyan játékba, amely elvileg a Bundesliga csapatnak kellett volna, hogy kedvezzen. És ezzel együtt is összejött minden. És mindenben egyel jobb az MKB-MVM Veszprém. 1%-kal jobb a lövőhatékonyság, 1%-kal jobb a kapus teljesítmény. Egy góllal többet lőtt a csapat. Mi kell még? És hát ha ránézünk a góllövők névsorára, akkor talán Momir Ilicsnek megbocsájthatjuk azt az egy döntő helyzetben kihagyott zicserét. 9 góllal ő lett a legeredményesebb veszprémi, az első meccsen is ő volt akkor 8-al. Hát ez a csapat érik, és újabb lépés a Final Four felé. Jelentős előny a csoportban a legnagyobb riválissal szemben. Ennyi volt tehát a mérkőzés, de nem sokára jövünk még vissza a helyszínre. Még egyszer a végeredmény. MKB-MVM Veszprém Reinekár Löwen 30-29. Make way for the new generation.